és az utánpótlás Dr. Rucskó Zoltán, a klub elnöke elmondta, rendkívül nehezen kezdődött az Eto'o NB3-as szereplése az ismert okok miatt, gyakorlatilag új egyesületet kellett felépíteni, így az Eto'o nem volt igazán csábító azok számára, akiket szerettek volna leigazolni. Elsősorban az akadémistákban bízhattak, és bíznak bennük továbbra is. Presseller Tamás vezetőedző hozzátette, az új játékosok érkezésénél a minőség volt elsősorban fontos, és nem a mennyiség, így posztra igazolt a csapat 3 labdarúgót. Közülük a szélső támadóként bevethető Szabó Lukás betegsége miatt nem lehetett ott az ankéton. Imrik Lászlót jól ismerhetik a zöld-fehérek szurkolói, ő a klub saját nevelésű játékosa, és most visszatért Győrbe. Említhetném a Weitner Ádit, Deli Zolit, Szabó Zsoltit, Pákolis Dávidot, akik a rutinosabb játékosokat képviseljük, és hát nyilván nem csak én, hanem mindannyian segíteni szeretnénk, ugye körül vagyunk végve fiatalokkal, ami igazából valahol nekünk is jó, a klubnak meg mindenféleképpen, mert nyilván ők a jövőt jelentik, mi meg egyelőre most a jelent, meg még egy pár évet, aztán szeretnénk így karöltve ezekkel a fiúkkal, nyilván most nem is akarok, tehát hogy itt a jövőre, az utáni években mi lesz, egyre az első meccset, a Csornát megverni már hétvégén, aztán ha minden meccset hozunk, akkor nem hiszem, hogy probléma lett. A 25 éves Lénárd Tamás Dunaszerdahelyen is bizonyított korábban a szlovák élvonalban, de Szencen is a csapat meghatározó tagja volt. Védekező középpályás vagyok, sokat futok, párharcokat szeretem, kemény játékot szeretem, úgyhogy remélem, hogy a tapasztalataim, igaz, még nem vagyok öreg játékos, de remélem, hogy segíteni tudok a csapatnak a célok elérésében. A szakmai stábban is lesznek változások, a vezetőedző munkáját ezen túl a klub egyik legendája, Szabó Otto is segíti, az erőnléti edzői feladatokat pedig a Rába Eto'o futszálosainak mestere Jordi Iasolé látja el. Az Eto'o február 13-án a Csorna elleni idegenbeli mérkőzéssel kezdi a bajnokság tavaszi idényét.